Köszöntök mindenkit, következik a magyar válogatott soron következő Nemzetek Ligája csoportmérkőzése. Ezúttal a Puskás Arénában az északír válogatottat fogadják a mieink. Eddig gólt sem kapva 4 ponttal, jelenleg a csoport második helyén rosszabb gólkülönbséggel áll a magyar csapat, hiszen 2 meccsen ugyan nem kapott gólt, de csak 1 gólt szerzett. Szalai Ádám révén vertük 1-0-ra a skótokat és 1-0-0 a Dublinban. Az északírek kicsit várakozásokon alul teljesítettek, hiszen 3-0-ra kikaptak az írektől, előtte pedig még 2-2-t játszottak Skóciában, úgyhogy kétszer is vezettek, ráadásul 75. percig gól nélkül döntetlenre álltak, úgyhogy ott gyakorlatilag elveszítettek 3 pontot. Reméljük, hogy itt is elfognak. Jön a harmadik forduló, és egyben az utolsó davágós forduló, ezután jönnek a visszavágók, majd Belfastban folytatja a magyar válogatott, szintén Észak-Írország ellen ezután a meccs után. Itt a kezdőn Gulácsi kapuban, Hangya, Szalai, Attila, Orbán és Négo alkotja majd a magyar csapat védelmét. Könyves Norbert is bekerült a csapatba, ott van Salai, középen pedig Nagy Ádámmal és Sigérrel áll fel Márko Rossi csapata. Kolmár majd Szoboszlait helyettesíti ezen a mérkőzésen, aki pihenőt kap, Szalai pedig elől. Így kezdte át a magyar válogatott ezen a mérkőzésen, itt van Kolmár, aki ugye Bulgáriában szerezte meg első gólját a magyar felnőtt válogatottban. Előtte azért utánpótlás válogatottakban már eredményes volt a Dunaszerda helyjátékosa. Most pedig kezdődik a mérkőzés, amelyet a magyar csapat kezd. Piros-fehér-zöld, szokás szerint az összeállításunk is. Zöld-fehérben az északírek, akik legutóbb, mikor Budapesten jártak, akkor még a Grupa Arénában, akkor EB selejtezőn 2-1-re legyőztek minket, úgyhogy a 75. percig ugye 0-0 volt az a meccs. Salai viszont már is jól veri át ellenfelét, és 16-osan belülre, és Salai gurítja középre, Kolmár lövése! Szép védés, Pikok Farel. A 4. percben volt az első helyzet rögtön a mieink előtt. Sigér szöglete. Nem rossz, Salai Attila próbálna fejelni, Négo, Sigér. Visszaemeli. Kifejelik az északírek, kipattanóra jött Orbán, ez pedig így Davisé. Mekner. Ugye az északírek velünk ellentétben azért kaptak gólt méghozzá 5-öt, miközben Négót Washington jól verte át sajnos, úgyhogy Jones hozhatja. Visszaérnek azért a mieink, Lewis kapja. Lewis, Négó rajta, és szépen szerél a fehérvári védő. Dobhat Észak-Írország. Négó, szépen megint, Sallai. És megindult a Freiburg támadója, Szavilt ott hagyhatja Sallai, és egyelőre úgy néz ki, hogy ez össze is jön, aztán visszahúzza, még egy cselt bevet, ez eddig szép, aztán megint vissza, most a paszk, Szalai Ádám, Sigér lőhet, meg is teszi ez Sigér, mellé fölé lecsúszott Sigér lövése, marad a 0-0, mindenesetre jól kezd a magyar válogatott. Azt a meccset 2-1-re nyertek az északírek, akkor még Priskin góljával szereztünk vezetést, még 6 évvel ezelőtt, utána hajrában megfordították az északírek, az volt Pintér Attila utolsó meccse a válogatott télen, majd jött Dárdai és Stork, és sikerült abban a selejtező sorozatban végül Pócsi lejtezőt elérni, utána meg kijutni ugye az EB-re, szóval végül is szép emlékeink lettek, bár nem pontosan arról a meccsről. Washington, McNair lövőhelyzet, elakad Orbánban a lövés, Sigér az első lövése volt az Észak-Írországnak, szerencsére nem volt veszélyes, Kecsért szerel, McNair, White, Dallas, ez lesz. Szabad rúgás elért majd Szalai Attila, aki ugye a ciprusi bajnokságban játszik, akár csak Lang Ádám, de korábban ugye Salla is megfordult az Apoel Nikózia együttesében, amely szintén ciprusi csapat. Sigér, szépen kioldalra, könyves, Sigérnek, Sigér még, visszateszi Nagynak, Sallai, ha nem volt les, de sajnos les volt. Úgyhogy nem is kell befejeznem a mondatot, Pikok Farel jöhet majd. A Belfasti visszavágó ugye 1-1 lett, akkor a hajrában egyenlítettek az északírek, Guzmics szerezte akkor a gólunkat, aki szintén nincs most a magyar válogatott keretében, akár csak Priskin. Guzmics ugye már a mezőköves, Priskin a győri Eto'o játékosa. White. Jön a beadása. Gulácsi fogja meg. Szóval majdnem beesik a kapuba Szevillel együtt. Orbán. Nagy Ádám. Sallai, Kalmár, Nagy Ádám ott is azért nagyon dicsérik a Bristol City-ben, úgyhogy nem hiába a kezdőben itt most Márko Rosszinál, könyves vezetheti 16-osan belőle, könyves, sajnos leszerelték. Könyves ugye
Szerbiában góllal debütált a válogatottban, neki mindenféleképpen emlékezetes volt ez. A Paksban, a Debrecenben, a Vasasban, és az Alegerszegben is megfordult már korábban az NB1-ben. Jones, jön a beadás, ott a fejes! Szerencsére nem volt veszélyes kapura, Négó takarítja el, Nagy Ádám, Sallai, Kalmár. Jól indítja most Könyvest, és Könyves most ott hagyhatja Dallas-t, Könyves viszi be, Könyves még nem tudja ellőni. Könyves vissza, Kalmár, Sigér lőhet, lő is, kifogja Peacock Farrell. De nagyon védett megint az északír kapus, eddig nyomunk, Sigér szöglete jöhet, Szalai Ádám gól! Megvan a vezetés, vezet a magyar válogatott, Szalai Attila jött, és ő fejelte Szalai Ádám elől, vezet a magyar válogatott Szalai fejesével, méghozzá a belső védő Attila a gólszerző. Vezet a magyar válogatott, a 30. percben Észak-Írország ellen. Szalai nem játszott egyébként az eddigi két mérkőzésen Skócia és Észak-Írország ellen, és ez egyébként egy nagyon érdekes gól, mert tényleg Szalai Ádám fejel, de rá Szalai Attilára, és ez így kerül a kapuba, itt tessék nézni. Szalai ráfejeli Szalaira, és így kerül be. Elég komikus góllal, de megszerzi a vezetést a magyar válogatott, ez így Szalai Attila gólja. 1-0. Szalai gólpassz, Szalai gól. Utánpótlás válogatottban már szerzett gólt egyébként Szalai Attila, aki korábban ugye a Mezőkövesd védője is volt, volt gólja is az NB1-ben. Még a Paks ellen. Aztán utána jött a külföldi kaland. Az U21-es válogatottban Ciprus elleni EB-s elejtezőn volt eredményes a belső védő. Kalmár! Ő is már korosz egy nagy felfedezettje. Saville! Davis, Washington, White, és nem volt lesen White, ez így nagyon nagy helyzet, az északírek előtt White kihagyja. Ezt most neki kell megköszönnünk. Ezt meg viszont a Gulácsinak köszönhetik az északírek, White javítási esélye, és ezt is elhibázza. Hát, és az északírek, az északír szurkolók, azok mit élhetnek át, ezt azért nem szívesen élném át én is, tehát hogy azért White két óriási zicsert hibázott egymás után. Ez tényleg azért rajta múlott most. Nagy szerencsénk volt, hogy ezt elhibázta White. De megint ő kerülhet helyzetbe. Ebből alig, hanem majd beadás lesz White-tól. Még egyelőre tartogatja a szénalabdát, hát a kapu elé így nem fog egyedül bekerülni, aztán a passz nem beadás lett, hanem lejátszák szépen az északírek Orbán aztán, aki tisztáz, és embernek tud passzolni. Sigér, két lövése is volt a meccsen, az egyik kaput is talált, Szalai, Ádám készít vissza, Kalmár, ő meg eladja. McNair. Összességében, hogyha mondjuk semleges szurkoló nézi ezt a meccset, még akkor is egyébként egy nagyon jó színvonal találkozó, így, hogy vezetünk és sokkal jobban játszunk, mint az északírek, így még jobbnak érezhetjük ezt a Magyarország Észak-Írország mérkőzést. Talán a két magyar válogatott meccs közül eddig ez a legjobb. McNair visszateszik lövésre, elakad Szalai Attila lábában a labda, Gulácsi kezébe. Gurult, egy perc hosszabbítás volt a félidőben, annak vége. Szalai Attila góljával vezet a magyar válogatott Észak-Írország ellen, hamarosan jövünk majd a folytatással. Nagyon jó első félidő volt, sok magyar helyzettel voltak azért az északíreknek is, aztán később lehetőségeik, de szerencsére gólt szereztünk, jött egy sigérszöglet, amit Szalai Ádám fejelt Szalai Attila fejére, és ez úgy került a kapuba, hogy hivatalosan Szalai góljával, Szalai Attila góljával vezet a magyar válogatott. Elkezdődött a második félidő, kettős csere, hát most már csak egy Szalai marad a pályán a gólszerző, hiszen Nikolic váltotta a gólpasszadó Szalai Ádámot, Kalmár helyére pedig jön Cseri, a mezőkövesdi Zsóri FC, a mezőkövesd Zsóri FC történetének első válogatott labdarúgója, aki már Oroszország ellen egy 3-2-re elveszített NL találkozón pályára léphetett a magyar válogatottban. Most pedig újra megkapja a bizalmat Cseri. White! Szép szerelés hangjától, szöglettel jöhet Észak-Írország, ezt jól lenne azért megúszni, hiszen pontrugásokból tudjuk, hogy veszélyesek az északírek, ezt már megtapasztaltuk többször is, de ebből most nem voltak veszélyesek az zöldmezesek. Lewis vissza tudja emelni, Jones fejjel, Saville még mindig ott van a labda, Négó jön. Ugye Bulgáriában debütált a magyar válogatottban, Dallas. Jön a beadása, és Orbán szépen. Cseri, Saville, 54. perc, Washington. Washington, ez lepattan, Cseri, Sigér, Könyves. Bedobással jött majd az északír válogatott. A csoport másik meccsét is közvetítjük egyébként Írország-Skócia. Ugye a másik párosítás, azt is
láthatja engem teljes egészében. Evans jött Seville helyére, cserélte Észak-Írország White. Angyó volt rajta, McNair. White. Washington. White kérné vissza, szerencsére jól zártuk a szöget, úgyhogy nem kapta meg. McNair kapja helyette. Dallas még mindig az Észak-Íreknél a labda. El kéne már valahogy venni, mert ebből így helyzetbe kerülnek. És de nagy szerencsénk volt, hogy Washington lesen volt, ráadásul Olson is tolta meg, úgyhogy Gudácsi megfogta. Nem szabad azért ilyen lehetőséget adni az Észak-Íreknek, főleg nem amíg 1-0. Nikolic. Nagy Ádám, Nikolic ugorhat ki. Fehérvári támadó, Cseri kapja, két csere játszhat most össze. Össze is játszik, Nikolic nem tudja jól megtartani. Négo. Nagy. Könyves. Jó passz, Nikolic. Ez már nem volt jó. Hát nálunk Nikolic az Európa Liga csoportmeccsein a Fehérvárban szórta a gólokat. Sociedad ellen is rugott 2-t, ugye? Meg az Aberdeen ellen is beköszönt. Reméljük, hogy a formája most itt a magyar válogatottban is meg lesz a Futballhun TV mérkőzésein. Sigér, Könyves, Cseri, Nikolic. Nikolic, és ott a másik szélen bizony Sallai indul, Nikolic nagyon jól látja meg, és még egy használhatónak tűnő labdát is adott, Sallai át is tudta venni. Megtartani már nem. Jones fordulat Észak-Írország, azért a második félidő már nem hoz olyan lüktető iramot, mint az első, de hogyha 3 pont, akkor ha 3 pontnak ez a zárát, akkor legyen ez. Jones visszagurítja, ajaj, McNair veszi át, ne engedjük őt lőni, Evanshoz kerül, Evans, még beljebb is tolja, Gulácsi. Ez most veszélyes Észak-Ír lehetőség volt. Négo. Négo meg elpasszolja, második félidőben nem játszik túl jól Négo. Az elsőben nem volt panasz nagyon a játékára, Washington. Evans. Beteszi, ojjajajajajaj, Szalai Attila. Rosszul ért a labdába, de egy mentésnek még így is jó volt. Szöglettel jöhetnek majd az Észak-Írek. Nengó pedig valóban nem nyújt már olyan teljesítmény, mint ami elvárhat, úgyhogy jön Botka, a Ferencváros védője majd a magyar válogatottban, 73. perc. Jön az Észak-Írek, szögletes sikerül kifejelni, meg Ennis váltotta Washingtont egyébként. Cseréltek az Észak-Írek. McNair. McNair még mindig, McNair ellövi, és ezt is megfogja Gulácsi, nagy szerencsénk volt, tehát azért abban, hogy megint magabiztosan védett Gulácsi, abban azért nem csak szerencse volt. De nagyon sok helyzetet hibáznak el az Észak-Írek a magyar gólóta. A magyar gólóta szinte nem is volt magyar helyzet. Megint White csere, hát White volt, aki tényleg egymás után két óriási zicset rugott úgy kapu mellé, hogy kapucsi talált, tehát rúgta úgy el, McNair is úgy rúgja el, hogy ez nem talál kaput mellé. Gulácsi. Orbán, vissza Gulácsihoz. Gulácsi rúgja előre, na kéne egy második gól is eldönthetjük ezt a meccset. Ugye az Észak-Íreknek most 3 hazai meccsük következik majd, hiszen ezzel le tudják az idegenbeli találkozókat. Tehát egyelőre egy Glasgow-ban 2-2, Dublinban 0-3, mint meg most egyelőre 0-1 Budapesten. Luiz adja be élesen egyből középre, és ez már be egy egyenlít Észak-Írország lesz nem volt. Ettől kellett félni, megjelenik a gólszerző, aki most állt be csereként. Nem tudtuk kihúzni. Az első kapott gólja a magyar válogatottak a Nemzetek Ligája idei csoportkörében. A 80. percben Megenis kiegyenlít. Luiz beadta, Megenisre nem figyelt senki, és nem bírtuk a nyomást. Megint a hajrába jön egy Észak-Ír kapott gól, vagy egy Észak-Ír rugott gól nekünk kapott. Ugyanúgy, mint a 2016-os EB-selejtezőkön. A 90-ben egyenlítettek Belfastban, aztán ott a hajrában fordították meg itt Budapesten. Nikolic, ez viszont helyzet lett. Nikolic adná középre szöglet. Szép volt Evans blokja. Nagy Ádám, most ő rúgja a szögetet. Orbán nem tud fejelni. Sallai, még vissza tudja tenni. Orbán jön megint. És ezt meg kihozzák az Észak-Írek. Hát nem kéne megint eljátszani azt, mint 6 évvel ezelőtt, amikor megfordították a hajrában. Igaz, akkor mi meg akkor is szöget után szereztünk vezetést, csak azért jóval korábban, mint akkor. Evans. Na most kell vigyázni. Jó, csel vissza Evans. Gulácsi! Hát azért ő is nagyon benne van abban, hogyha majd pontot szerzünk. És lefújja a bíró szabadrúgása helyettünk kifelé, egyébként nekem Hildiraz, a török bíró vezette ezt a meccset, már lassan beszéltek múlt időben is. Hát Szoboszlai nem játszott, Dzsuzsák nem játszott, Szalai Ádám igen, ő adott egy gólpaszt, Sallai, na megnyerhetjük még itt a hajrában, Sallai nem pontos sígérnek, Dallas. 2 perc a hosszabbítás, hát abból egy letelt, Megenis meg egy Észak-Ír kontra bele fog férni. McNair, Davies, nem kéne itt ezt most megint eljátszani, hogy ismételje magát a történelem, megint erre még lesz idő, beadja, Megenis tovább fejeli, Davies, átvette, de Gulácsi kivédi, ezt is fogja Gulácsi, óriási, és nincs szöglet. És itt a vége,
Gulácsinak köszönhetjük azt, hogy a magyar válogatott veretlen maradt három forduló után, és a Nemzetek Ligájában 5 ponttal állunk jelenleg a csoport második helyén. Nem tudtuk megverni Észak-Írországot, közel voltunk hozzá, 80. percben kaptunk gólt. Na nincs Gulácsi, akkor hányat kaptunk volna? Szalai Attila góljával vezettünk, majd Megenis egyenlített, Magyarország-Észak-Írország 1-1.